Az ütemterveknek megfelelően halad a zöldváros projekt Szekszárdon, a kivitelezők már megkezdték az építési munkálatokat. Tükröket készítettünk a burkolatok alatt, ágyazatokat hordtunk be folyamatosan a helyére, melyeket tömörítünk. A következő héten pedig bele fogunk állni a lisztéren a kisebb járda szakaszokba is, ami azt fogja jelenteni, hogy a liszteret hátulról északi irányból lehet majd megközelíteni az ott elhelyezkedő üzleteket. Erre szeretném kérni a tisztelt lakosságot, hogy vegyék figyelembe, hogy most egy kicsit nagyobb kerülővel fogják tudni elérni a kívánt céljaikat. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője, a pénzügyi bizottság elnöke szerint időszerű a fejlesztés, ugyanis rendkívül rossz állapotban volt Szekszárd központja. A munkálatoknál viszont szerencsére nem kellett bontókalapácsot használni a kivitelezőnek, rakodógéppel föl tudták szedni az egészet, tehát a nagy zaj, nagy kosz elmaradt, úgyhogy viszonylag kevés kellemetlenséggel idáig a munka megy. A projekt 4 ütemben valósul meg, amint egy 870 millió forintos beruházás keretében megújul a Liszt-Ferenc tér, emellett a Liszt-Ferenc és a Luther tér közötti soron kiegészülve a Prométeusz parkkal, valamint az úgynevezett 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti terület, illetve a Luther tér Vosinszki és a Kölcsei lakótelep épületei közötti terek felújítása történik majd meg. Itt a Babits környéke és a 160 lakásos előtt is rendben mennek a dolgok. A Prométeusz parkban itt a járok elők is láthatják, hogy komoly előrelépések történtek. A Liszt-Ferenc téren is ütemesen az elképzeléseknek megfelelően halad. Lényeg a dolognak, hogy köszönjük szépen a városlakóknak a türelmét és a megértését, de aki azért egy kicsit alaposabban körülnéz, már körvonalazódnak a felújításnak, az építésnek az eredményei. Nagyjából most már el lehet képzelni és durva vonalakba lehet látni, hogy mit akarunk és mit szeretnénk megvalósítani. Gyurkovics János továbbra is a lakosok megértését és türelmét kéri. Hozzátette, ha ilyen ütemben haladnak a munkálatok, nincs akadálya annak, hogy betartsák a 4 hónapos határidőt.